Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió híradóját látják. Kiemelt híreinkkel kezdünk. Csak az önkormányzat 5 milliárd forint értékben tervez pályázati fejlesztéseket Sátoraljóújhelyen. Sárospatakon mutatták be a több magyar kiejtési szótár új kiadását. A magyar nyelv jelene és jövője volt a téma a Magyar Nyelv Múzeumában. Közel 5 milliárd forint értékben tervez beruházásokat, fejlesztéseket uniós forrásokból Sátoraljóújhely. A terület és településfejlesztési operatív program első két pályázati kiírására már elküldte forrásigényét a város. Ebből valósulna meg a városi közlekedés fejlesztési pályázat kerékpárúttal, körforgalommal, parkolókkal, illetve a három település rész bel- és csatornázási gondjai. A további tervek turisztikai beruházásokat, energetikai korszerűsítéseket, önkormányzati épületek felújítását tartalmazza. A 2016 év elejére tolódó új uniós ciklus indulása a terület és településfejlesztési operatív program pályázati kiírásaival kezdődött el. Ez az a program, amely az önkormányzatok fejlesztési terveit támogatja. Az úgynevezett topos pályázatok Sátoraljóújhelyi terveiről tartottak tájékoztatót ma a polgármesteri hivatal és a járás dolgozóinak a városvezetői. Ez fontos nekünk, mert elég furcsa lenne, hogyha pont azok nem tudnának választani ezekre a kérdésekre, akik a mi munkatársaink. A tájékoztatón elhangzottak azok a tervek, amelyek szinte teljes előkészítettségben várják a kiírásokat. Ezek között például a bortemplom turisztikai hasznosítása, a Táncsics utca és moziköz felújítása, a leszakadó városrészek rehabilitációjának folytatása, a dohánygyári sportpálya megújítása vagy az újhelyi vár látogatóbarát fejlesztései szerepelnek. Két pályázat már beérkezett a forráskezelőhöz, az egyik a városi közlekedés fejlesztési beruházást, a másik a három település rész csatornázását tartalmazza. Mindösszességében 4,3 milliárd forint forrás az, amit most látunk, hogy az úgynevezett top programokból az önkormányzat pályázati forrásként megpróbál lehívni, hogy sikerül-e, erről majd mondjuk 3 év elteltével tudnék nyilatkozni, nyilván ez annak függvénye, hogy nyernek-e a pályázataink, de ezen kívül még számos olyan forrás van, ami nem ez a top program, hanem különböző ágazati operatív programok, energetikába, világörökségi program, határon átnyúló programok, úgyhogy én azt gondolnám, hogy egy mindösszesen 5 milliárd forintnyi az a forrás igény, amivel mi pályázati oldalról elő szeretnénk jönni. A fórumon elhangzott, a tervek egy része csak akkor valósulhat meg, ha a forrás kiírói támogatják azokat. Vagyis a tervek, ha nem kap rá támogatást, Sátoraljóújhely a fiókban maradnak, ha nem lesz rá pénz a következő 4 évben. Az 50. Magyar Nyelv Hete ünnepségsorozat keretében mutatták be Sárospatakon a magyar kiejtési nagyszótárat. A 20.-21. század magyar köznyelvi kiejtés szótára 170 ezer címszót tartalmaz, a legújabb helyesírási szabályok szerint kibővítve. A szerző szerint a két kötet 32 évig készült annak érdekében, hogy minden fontos változást, a legújabbakat is naprakészen tartalmazza. Az 1980-as években jelent meg utoljára a magyar kiejtési nagyszótár. Az 50. Magyar Nyelv Hete jegyében látott napvilágot a legújabb, kétkötetes, több száz oldalas könyv, amely az elmúlt évek 12 alkalommal is kiegészített helyesírási szabálynak megfelelő változtatásokat is tartalmazza. A teljes, azt mondhatni szinte, hogy a teljes magyar szótárt szinte tartalmazza a legtöbbet használt szavakat nyilván, mert azért még ennél is sokkal több szavunk van, mint ebbe a két kötetbe belefér, annak a kiejtési módjait. Nagyon fontos, mert az ember azt gondolja, hogy hát magyar nyelv, hát eleve kiejtés alapú nyelv. Nem teljesen így van. Tehát tényleg nagyon sok szavunk a kiejtés alapján működik. Tehát egyszerűen úgy, ahogy le van írva, úgy ejtem ki, de van nagyon sok, főleg az újabb keletűek, az újabban bekerült szavak, amiknek a kiejtését bizony jobb volna, ha jobban tudnánk, hogy is kell kiejteni, és a különböző variációit is. A szerző elmondta, 32 éven keresztül állította össze a kötetek tartalmát annak érdekében, hogy a megjelenéskor a lehető legteljesebb legyen. Így például a technológiai fejlődéssel együtt járó szavak, mint az e-mail vagy a GPS is szerepel a címszavak között. Benne megtaláljuk a legújabb szavakat is, régebbi.
családneveket, amelyek nap mint nap előfordulnak. Vagy lehet, hogy szentségtörésnek számít, hogy egy 170 ezer címszót tartalmazó nagyszótárban benne van a postai irányító számoknál azok az alakok is, amelyek szótári formában, tehát toldalék nélkül is magánhang, illetve máshallhangzó vagy magánhangzó változások következnek be. A szerző főként a magyar nyelv ápolásának jegyében állította össze a két kötetet, hangzott el a bemutatón. A sárospataki megnyitót követően szép halomban a Magyar Nyelv Múzeumában folytatódott a jubileumi 50. Magyar Nyelv Hete rendezvény sorozat. Az eseményen a hazai nyelvtudomány elismert szakemberei szóltak a nyelvhasználat legfontosabb kérdéseiről, a magyar nyelv jelenéről és jövőjéről, a nyelvművelődésről. Viselkedésformák a nyelvhasználat tükrében, a retorika megújítása, új jelenségek a nyelvünkben. Többek között ezeket a nyelvhasználati területeket vizsgálták a nyelvtudomány szakemberei az 50. Magyar Nyelvhete rendezvénysorozat Széphalomban rendezett szekció ülésén. Az előadók saját szakterületeiken végzett kutatásaik eredményeit osztották meg egymással. A Magyar Nyelv Múzeum elsősorban az anyanyelvi ismeretterjesztésnek és művelődésnek a egyik központi intézménye, vagyis az anyanyelv pedagógiának egy sajátos formáját végzi, mint tevékenységet, és hát nekünk nagyon fontos tudnunk azt, hogy milyen területekre kell összpontosítani. Mi mindig úgy dolgozzuk fel a témáinkat, hogy tartozik hozzá kiállítás, rendezvény, előadás, múzeumpedagógiai foglalkozás, sőt verseny, pályázat, olykor kiadvány is, és hát természetesen mi ezekből a konferenciákból is merítünk ihletet. A nyelvészek 1967-től teszik minden év áprilisában egy hétre központi témává az anyanyelv értékeinek hangsúlyozását, a nyelv változásainak vizsgálatát. Az idő előre haladtával, ahogy a társadalomnak alkalmazkodnia kell a változásokhoz, úgy a nyelvművelés szakembereinek is szembesülnie kell új kihívásokkal. Balázs Géza egyetemi tanár az új kor jelenségeiből példaként emelte ki a technikai változások okozta nyelvi jelenségeket. A felgyorsuló technológiai változások, azok hogyan hatnak a társadalomra, kultúrára és a nyelvre. Csak egyetlen mozzanatot hoznék ebből, kialakult egy új nyelv. Ezt nevezzük másodlagos írásbeliségnek, nyelvváltozat pontosan. Ezt nem az iskolában tanítják, ez spontán módon alakul, de ma már betört az iskolába is. Előbb-utóbb úgy tűnik, hogy átveszi a hatalmat egy nem akadémiai írásmód. A konferencia keretében meghatározták a következő 50 év nyelvstratégiai teendőit, központba állítva a nyelvművelődés megerősítését, az új nyelvi jelenségekre való reagálást. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma a Költészet Napja jegyében tartotta meg soron következő ismeretterjesztő előadását. Ennek vendége Hábagó Ilona irodalomtörténész, múzeológus volt, aki József Attila életéről, írói, költői munkásságáról beszélt másként. A programot ezúttal is nagy érdeklődés kísérte. József Attila a kurikulum vitét 1937-ben írta meg, amikor is az első magyar papíripari RT-hez nyújtotta be álláspályázatát. Ez volt a kiindulási pont Hábagó Ilona irodalomtörténész és múzeológus számára, akkor, amikor a költő munkásságát bemutatta másként. A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának legújabb ismeretterjesztő sorozata keretében. A rendszerváltás után csináltak egy fölmérést, hogy kiknek a pozíciója hogyan változott, és talán azt mondhatom, hogy egyedüli volt a József Attila, aki abszolút nem érintett ez a változás. Természetesen voltak olyanok, akik pozitíve, például Kosztolányi vagy Szabó Lőrinc művészete, azóta sokkal inkább felerősödött, de József Attila ilyen szempontból tartja magát, és még a legfiatalabb generációnál is. Noha a befogadás nagyon megváltozott azok, tehát a korábbi időkhöz képest, az én nemzedékem még úgy nőtt fel a versein, hogy a maga élethelyzetére sokszor József Attila sorokat vagy egész strófát idézett. A mostani gyerekeknél ez nincs így,
sőt, nagyon gyakran tartják lúzernek, hogy nem volt képes önmagát fönntartani, de ugyanakkor a költészet nagyon-nagyon erősen hat rájuk. Más sok a pillérek, de a hatás én szerintem ugyanúgy megvan, mint mondjuk az én generációmban. A vendég előadó természetesen József Attila életének mérföldköveiről is beszélt. A történelem és az irodalom nem áll messze egymástól, különösen így van ez Magyarországon, hiszen hogyha visszagondolunk nemzetünk történetében, minden évszázadban tudnánk bárki felsorolni olyan költőket, akik alapvetően befolyásolták az adott kornak a történelmét, és úgy is emlékezünk rájuk, hogy nem csak az irodalmat, hanem a történelmet is alakítottak. Másrészt költőink mindig az adott korról fantasztikus korrajzokat, korhangulatokat adtak, hiszen a költők azok nagyon érzékenyek a társadalmi problémákra. Ma már így mondjuk, talán korábban másként gondolták, de ez volt a lényege. És ezek mind-mind lenyomataiban megőrződtek verseinkben, költészetünkben. Az előadás kapcsán képes vetítés és film is színesítette a vendégelőadó mondani valóját. Vizuális vallomások az anyanyelvről címmel nyílt kiállítás Sárospatakon az Újbása Rendezvénycentrum Urbán György kiállítótermében. Az Egri Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara szervezésében megvalósuló tárlaton az érdeklődők olyan alkotásokat tekinthetnek meg, amelyeket a magyar nyelv szépsége, sokszínűsége ihletett meg. Festmények, installációk, performanszok is láthatóak a kiállítás keretében. A Tihanyi apátság alapító levele, vagy éppen csak a gondolatokból fakadó mondatok mind-mind a magyar nyelv szépségét, sokszínűségét hordozzák magukban. A sárospataki és vendégalkotók vizuálisan vallottak anyanyelvükhöz fűződő érzelmeikről, gondolataikról. Ezekből nyílt tárlat az Újbástya Rendezvénycentrumban Sárospatakon. A megnyitó keretében dr. Zimány Árpád, az Egri Eszterházy Károly Főiskola dékánya ajánlotta az alkotásokat a jelenlévők figyelmébe. Az utóbbi évtizedekben a nyelvészeti kutatások is, hogy most egy idegen szót mondjak, a kognitív nyelvészeti kutatások éppen azt bizonyítják, hogy a képszerűség minden nyelvnek, de a magyarnak meg különösképpen a velejárója. Tehát a szóalkotásban, a gondolkodásban ebből az egyszerű konkrét képekből indulunk ki, amelyekből kép, szövevények, metaforák jönnek létre, és ezek régóta megvoltak a nyelvünkben is. A tárlaton 12 alkotó más-más módon eleveníti meg azt, hogy számára az anyanyelv mit jelent. Sándor Zsuzsa például a legrégebbi nyelvemlékekig nyúlik vissza képeiben, még Felugosi László új szemszögből vall erről. Éppen azért, mert magyar, semmi más nyelvhez nem fogható. Tehát ugye mi magunk ezt mondjuk, egyébként nekünk a legszebb, magyaroknak a legszebb. Maguk a nyelvi hangzások beindítanak képeket, mint a... És akkor, hogyha én nyelvemlékekről beszéltem az előbb, a régies hangzás különösen beindít képeket, és úgy gondolom, hogy ebből az irányból is lehet közelíteni. De lehet közelíteni természetesen úgy, mint Laca teszi, és ő majd ezt el fogja mondani, Felugosi László művész úr, vagyis a teljesen modern korból ugyanígy lehet, és el lehet gondolkodni a nyelvi fordulatok, a szövegek képi tartalmain, pedig csak puszta szöveget látunk, és mégis beindulnak a képek a fejünkben. A magyar nyelv számomra fontos a képzőművészet mellett, én azért foglalkozom irodalommal is. Vannak szövegeim, verseim, dalszövegeim, és prózai írásaim is. Tehát nekem fontos a nyelv, és én a rögzített mondatokban, gyakorlatilag ebben a összeállításban a hétköznapok nyelvét szerettem volna olyan szinten használni, hogy azok ihletett intuitív mondatokká váljanak. A kiállítás május 6-áig tekinthető meg. A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ a Latabár Kávéházba rendezett zenés irodalmi estel ünnepelte a Magyar Költészet napját. A kávéházi esték programsorozat keretében Bihari Kis Endre, Kis Benkő és Juhos Janka versekből és komoly zenei művekből összeállított előadását hallgathatta meg a közönség. Zenés irodalmi kalandozásra invitálta a közönséget Bihari Kis Endre, Juhos Janka és Kis Benkő a Magyar Költészet napján Sátoraljaújhelyben,
A Csontallú idő krónikásai című előadással a 111 évvel ezelőtt született József Attilának adóztak. Valamikor réges-régen a minden versnek volt egy dallama. Petőfi és kortársai a verseket még dallamra írták. És bizony-bizony a verseket énekelték is. És amikor verseket mondunk, verseket olvasunk, akkor akarva is akaratlanul megszületik bennünk egy dallam is. Egy olyan dallam, ami talán hidat képez az előadó és a közönség között, és megpróbálja közvetíteni, és talán egy picit felerősíteni mindazokat a gondolatokat, amiket az írók és költők nekünk szántak. A Kossuth Lajos Művelődési Központ által az elmúlt év nyarán megnyitott Latabár kávéház a közművelődés egyik szintere lett sátoralja Újhelyben. A művelődési intézmény munkatársai a kávéházi estik programsorozat keretében több jeles előadót láttak már vendégül a kávéházban. A magyar kultúra jeles eseményeiről is megemlékeznek itt, különféle irodalmi programokkal. Így került sor a Magyar Költészet napja előtt való tisztelgésre. A mai internet világában talán egy kicsit eltávolodtunk a könyvektől, és talán ez a mostani, a mai irodalmi es is felhívja arra a figyelmet, hogy egy kicsit üljünk le a sarokba egy olvasólámpa mellé, és a kedvenc versünket, vagy olyan kedvenc költőnknek a művét olvassuk el, és idézzük fel, amelyre talán ebben a rohanó világban nincs idő. A Magyar Költészet napja alkalmából tartott előadáson József Attila és kortársainak költeményei és művei hangzottak el Bihari Kis Endre, Juhas Janka és Kisbenkő tolmácsolásában. Kedves nézőink, végül hallgassanak meg egy közleményt. A mai napon az áramszolgáltató hálózatfejlesztési munkálatai miatt Sátoraljaújhely egy részén áramszünet volt tapasztalható. Az áramszünet érintette a kábeltelevíziós hálózat tápellátottságát is, emiatt bizonyos körzetekben a PR Telekom kábel TV, internet és telefon szolgáltatásai is, beleértve a Zemplén Televízió kábeles adása is szünetelt. Az áramszolgáltatás és a kábeltelevízió szolgáltatás délután óta újra zavartalan. Végül nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Csak az önkormányzat 5 milliárd forint értékben tervez pályázati fejlesztéseket Sátoraljaújhelyen. Sárospatakon mutatták be a több magyar kiejtési szótár új kiadását. A magyar nyelv jelene és jövője volt a téma a Magyar Nyelv Múzeumában. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!